Nagyjából 150 ezer forintba kerülhet egy Nyíregyházán eltöltött háromnapos hosszú hétvége két fő részére. Hogy hogyan jött ki ez a szám, és hogy milyen látnivalókat érdemes megnézni a városban és a térségben, az is kiderül mai adásunkból. Előtte azonban nézzük, mivel foglalkozunk még. Köszöntöm Önöket! Vihar szezon, a tavalyinál többe kerül az idei a biztosítóknak. Családon belüli erőszak, emelkedett az esetek száma a karantén idején. Táborok cukorbeteg gyermekeknek cél az oktatás, a szórakoztatás és a közösségi építés. Aktív pihenés a térségben, a szakemberek azt javasolják, idén-nyáron pihenjünk itthon. A júniusi 5 milliárd forintot követően a júliusi időjárási anomáliák legalább 2,5 milliárd forinttal terhelték meg a biztosítók büdzséjét, derül ki a Magyar Biztosítók Szövetségének adataiból. Pontosabb számokat majd csak augusztus végét követően lehet mondani. Az idei viharszezon eddigi tapasztalatairól azonban már most is lehet beszélni, hiszen bőven van miről. Köszöntöm a stúdióban Bodnár Istvánt, a Biztoralkusz műszaki kárszakértőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mik a személyes tapasztalatai az elmúlt éveket illetően? Igazából egy hosszabb időszakot érdemes ilyenkor vizsgálni, egy 10 évet. És pont 10 évvel ezelőtt volt egy olyan átvonuló jégeső, ami megtépázta itt a épületeket, építményeket és a mezőgazdasági ültetvényeket. Viszonylag 8 év, hogy időzőjelben csendes időszak volt. Az előző év azonban már megmutatta magát, hogy az időjárás milyen pillanatok alatt tud változni. A tavalyi év is már durva volt, így májustól teljesen augusztus közepéig a kárszakértőknek elég sok munkát adott. És azt láthatom, hogy szinte ugyanúgy megismétlődött ebben az évben. Ha nézem ezt a tendenciát, valószínűleg a 2021-es év sem lesz más, mint ez vagy az előző év. Tehát, mint említett szerkesztő asszony, hogy 70% van körülbelül az embereknek a vagyontárgyai biztosítva, annak a 30%-a nincs, én azt javaslom, hogy minél hamarabb kössön egy minimális lakásbiztosítást. Erről is beszélünk majd még később. Mi a helyzet Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében? Mi mennyire számít, nem mi vagyunk a viharsarok ugye az országban, de hogy mennyire jellemző ebben a megyében? Voltak olyan nyarak, amikor nekem az volt az érzésem, hogy inkább a Dunántúl kapta a durvább dolgokat, de azért nekünk is jut. Igen, én a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és Borsod-Egyi vagyok kárszakértő, tehát ezt a két megyét ismerem főként. De a sajtóból, meg a egyéb hirdetésekből azért halljuk, hogy a Dunántúl sem maradt ki ebből. Tehát nem lehet kiszámolni, hogy most éppen a viharsarok, ahogy említette szerkesztő asszony, vagy Dunántúl, vagy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Én úgy gondolom, hogy az ország egész területére jellemző ez a vihar, akár jégeső, vagy más ilyen kockázati nemek. Nem tudnám így kiragadni, hogy eltérnénk itt az országos többi átlagtól, mert volt, amikor itt volt egy hét múlva Dunántúlon, egy hét múlva Budapesten, két nap múlva Pécs környékén, tehát mondhatom azt, hogy az egész országra kiterjedt ez a viharos időszak. Úgy tudjuk, hogy ugye május 1-e és augusztus 31-e között van az igazi viharszezon, de hát azért láttunk már karonvarjút, tehát vannak, most már itt télen is vannak villámlások. Igen. Vannak villámlások is, szó szerint, tehát nem lehet most már annyira összezavarodott az időjárás, hogy akár márciusban is van villámlás és jégeső, de ugyanígy lehet akár szeptemberben vagy októberben is. Nincsenek meg azok az időszakoknak, például tavasz, nyár, ősz, amikor úgy élesen elvárjuk, hogy ez már tavasz, ez nyár. Most úgy kicsit eltolódik, elcsúszik, nem lehet igazából megállapítani, hogy mikor van tavasz, mikor van nyár. Egy pillanat alatt nyár van, egy pillanat alatt meg ősz van. Tehát mik az elmúlt év, vagy az eddigi évnek a legjelentősebben, legnagyobb összegű kifizetései egy ilyen káresemény kapcsán? Ez változó. Ez változó, mint ahogy mondtam, én vagyon kárszakértő vagyok. Tehát ide tartoznak nem csak a családi házak és a magánembereknek a vagyontárgyai, hanem a vállalatoknak, cégeknek, nagyvállalatoknak is az épületek építményi. Ott azért egy 20-50 millió forintos kár is előfordulhat, mert nem csak elég, hogy mit tudom, megrongálja a tetőt a vihar vagy a jégeső,
hanem még a benne lévő gépek, berendezések is károsodnak, és igazából így nem csak az épületek, hanem magában az ingóságok is károsodnak, és így együtt kell ezt az egész kárt nézni. Említette, hogy körülbelül egy olyan 70-75%-os a biztosítottság. Mi az, amiben érdemes gondolkoznunk itt a megváltozott időjárási viszonyok kapcsán? Hát igen, elég sok kárt rendezek, és sajnos a károsultak akkor szembesülnek egy bizonyos biztosítással, hogy az mennyire jó nekik, vagy nem, amikor a kárrendezésre kerül a sor. És sajnos elég sok kárt el kell utasítani, hogy nincs benne az adott kockázat az ő biztosításával. Érdemes ezeket a biztosításokat szakemberrel megnézetni, ugyan meg lehet kötni interneten is, de azt szoktam mondani, ez nem olyan, mint egy GFB, hogy megkötöm a legolcsóbbat, azért itt egy ár-értékarányt kell nézni egy vagyonbiztosításnál, mert nagyon eltérőek. Tehát hiába van beírva egy beázás, ugyanannál biztosítónál és másik hatnál nem ugyanazt tartalmaz. Nem ugyan összegeket tartalmaz. Létezik olyan elemi kár, amire egyáltalán nem lehet biztosítást kötni? Hát igen, például ilyen a talajvíz. Talajvíz, vagy a pincéknek a falán keresztül történő beszivárgás, ez egyik biztosítónál sem biztosítás esemény. Milyen szempontok alapján érdemes egy biztosítást megkötni? Hát igen, ez többféle módtól függ, hogy az embernek milyen vagyontárgya van. Nem mindegy, hogy egy hetedik emeleti panellakásra, vagy egy sorházra, vagy egy kertes családi házra kell biztosítást kötni. Mindegyiknek más a sérülékenysége. Például egy panellakásnál ott azért mindenféleképp bele kell tenni egy tető- és panelhézak beázást. Egy kertes családi háznál legyen benne az elfolyt víz térítése, ugyanis nagyon sokszor több száz köbméter víz elfolyik úgy, hogy az ügyfél csak a károsult csak akkor veszi észre, amikor megy a vízmérő, leolvasó és mondja, hogy hát óriási nagy a vízmérőnek a fogyasztása. Tehát azért mondom, ezt érdemes szakemberrel megnézetni, és azért is, mert ez igazából az ügyfélnek nem kerül pénzébe. És nem lehet mindenki polihisztor, nem érthet mindenhez. Bízzuk ezt egy szakemberre, aki meg tudja a mi lakásbiztosításunkat nézni, és főleg úgy, hogy ez az ügyfélnek, ez egy fillérjében nem kerül, és kap egy szaktudást igazából ingyen. És nem is csak az árértékarányt kell figyelembe venni, hiszen szolgáltatót választunk. Így van, szolgáltatót választunk, aki végigköveti a mi biztosításunkat, akár kárunk van, akár módosítani kell, akár bele kell tenni új kockázati nemet, meg azért ezek a biztosítások, tehát versenyben vannak a biztosítók egymással. Érdemes 3 évente megnézni, mert ami még 3 évvel ezelőtt nem volt benne kockázati, nem, most már azért sok biztosító beleteszi, próbálják az ügyfeleket magukhoz édesgetni, és több olyan grátis tesznek egy lakásbiztosításba, amit egyébként az ügyfél nem tenne bele, hogyha azért fizetni kellene, de a biztosító beleteszi a csomagba és megkapja. Bodnár István, köszönjük szépen, és én köszönöm nyugodt eseménymentes. Köszönöm további szépen. Nyaralást, nyarat kívánok Önöknek. Akár 3-szorosára is emelhette a családon belüli erőszakos cselekmények számát a járványhelyzetben bevezetett kijárási korlátozás és karantén bevezetése az egész világon, így Magyarországon is. Az elmúlt években a prevenciónak köszönhetően egyre több ilyen eset kerül napvilágra, de még így is magas a látencia. Jaj, édesfiam, csak ilyen csajod ne legyen, mint az anyád. Pandémiát megelőző időszakhoz képest átmenetileg nőtt a hívásaink száma, ez azonban azért nem sajátosság, tehát nem egy hazai sajátosság, hiszen a világon mindenhol ez így történt, kisebb-nagyobb mértékben. Amit az Okit esetében el lehet mondani, az az, hogy a tavalyi év hasonló időszakához képest, tehát március-április, körülbelül 25-50%-kal növekedtek a hívásaink, ezt követően viszont normalizálódott a helyzet, viszont én azt gondolom, hogy ehhez a hívásszám emelkedéshez azért hozzájárult azok a kampányok is, meg az a fajta kommunikáció, amit mi folytattunk pont azért, vagy az volt az egyik célja, hogy a mi telefonszámunkat ismerté tegye. Tehát én azt gondolom, hogy itt egy kettős összefüggést lehet felfejteni. Az önök kollégái hogyan tudnak ilyenkor egy-egy
telefonálónak segíteni? Az első és legfontosabb, hogy egyfajta bizalmi kapcsolatot kell kialakítani már, amennyiben ezt egy telefonon keresztül meg lehet tenni. Nagyon fontos, hogy tisztázzuk, hogy biztonságban van-e a hívó, hogy el tudja mesélni a saját szavaival, hogy mi történt, hogyha vannak erre szavai. Hogyha nincsenek erre szavai, akkor természetesen segítünk ebben neki. Hogyha egyértelmű bántalmazásos helyzet van, viszont ő még nem ismerte fel azt, hogy bántalmazott, akkor mi ezt visszajelezzük számára. Nagyon fontos, azt gondolom, hogy ne ringassuk olyan álomvilágba a bántalmazottakat, hogy ezt a problémát nem kell komolyan venni, ezt a problémát komolyan kell venni. Alapvetően anonim a szolgáltatásunk, tehát senkinek nem kell elárulni a nevét, azt, hogy honnan telefonál, telefonszámot mi nem látjuk, nem rögzítjük. Ugyanakkor, hogyha szükséges intézkedés, tehát olyan akut, olyan súlyos helyzet áll elő, hogy menekülnie kell az áldozatnak, akkor ebben az esetben muszáj felfednie kilétét, viszont akkor meg tudjuk szervezni az elmenekítését, elmenekülését olyan krízisközpontokba, titkos menedékházakba, vagy átmeneti szállásokra, amelyek kifejezetten a bántalmazottaknak, illetve az emberkereskedelem áldozatainak jöttek létre. Voltak olyan jellegű ügyek, olyan jellegű esetek, amelyek korábban nem voltak megfigyelhetőek egyes családoknál, tehát amikor korábban mondjuk nem volt jellemző, hogy az anyuka bántalmazta a gyermeket vagy a férjét. Ezek az esetek is előkerülhettek. De én azt gondolom, hogy jellemzően azok az esetek erősödtek föl, amelyek korábban sem, tehát hogy olyan kapcsolatok, amelyek korábban sem álltak stabil lábakon, és ez a bezártság, ez az összezártság bizony nagyon jó terepet biztosított arra, hogy ezek eszkalálódjanak, hogy ezek felerősödjenek. Viszont az okit szempontjából elmondható, hogy minden nap, tehát ugyanúgy, ahogy korábban is, és azóta is egyébként, minden nap a bajba jutottak segítségén dolgozunk, és elérhetőek vagyunk. És az is jó hír, hogy ugye az elmúlt időszakban nagyjából 2,5-szeresére emelkedtek azok a férőhely számok, ahol mi tudjuk menekíteni az áldozatokat. Éppen ezért nem volt olyan időszak a pandémia alatt sem, hogyha valaki telefonált és nagy bajban lett volna, hogy ne lett volna olyan üres szoba, olyan krízisközpont, ahova el tudtuk volna helyezni az áldozatokat. Ez szerintem hala? Fizikai bántalmazás az egy nagyon egyértelmű jel, azt nagyon, mondjuk úgy, hogy nagyon könnyen fel lehet ismerni, hogyha a fizikai bántalmazás történik, viszont a lelki, szóbeli bántalmazás, ez nem minden esetben tetten érhető, vagy nyomon követhető, vagy egészen aprónak tűnő dolgokból alakul ki, aztán a végén olyan méretetlen sértegetés, fenyegetés, amely aztán komoly problémát okozhat a későbbiekben. Egy nagyon életszerű példa, azt gondolom, és ez egyébként valóban jellemzően a női áldozatok esetében jellemző, hogy a kapcsolat korai szakaszában, amikor még dúl a szerelem, amikor még izgalmasnak tűnik minden helyzet, akkor nagyon sokszor kedvesnek tűnhet az, hogy az áldozatnak a párja az érdeklődik, hogy hol van a hölgy, mit csinál, kivel van, meddig lesz ott, minden percéről beszámoltatja, és ezt azzal magyarázza, hogy ő nagyon szeretne tudni róla mindent, és későbbiekben előjöhet az, hogy hát ő féltékeny, de ugye ez egy nagyon imponáló dolog is tud lenni, hogy mennyire jó, hogy már a kapcsolat korai szakaszában már ennyire szereti a másik felet a férfi. Igen, ám csak hogyha már a kapcsolat elején ilyenfajta kontroll, vagy ilyenfajta féltékenység fennáll, akkor az feltételezhet, hogy a későbbiekben is előjön és súlyosbodik. Vannak olyan, mondjuk úgy, hogy módszerek vagy taktikák, amelyekkel nagyon könnyen el tudja távolítani a családjától, a barátoktól, tehát a természetes támaszoktól az áldozatot a bántalmazó. Éppen ezért a végén, amikor már egyébként felismerni az áldozat, a bántalmazott, hogy milyen nagy bajban van, akkor otthon, hogy egyedül érzi magát, és nincsen, aki ezt segítségért fordulhat. Megnyugtatásként el tudom mondani, hogy vannak krízisközpontok, titkos menedékházak, illetve szélutasházak is az önök megyében. Utóbbiak egyébként olyan hosszú távú megoldást tudnak nyújtani
az áldozatok számára, ahol lakhatást biztosítanak számukra, és ugyanúgy egyfajta szociális jogi segítségnyújtás zajlik, viszont védett körülmények között. Tehát ebből a szempontból az önök megyéje ilyen szempontból jól ellátott megye. Mi egy telefonszolgálat vagyunk, ami kompetenciánk addig terjed, ameddig koordináljuk az elhelyezést, de ezekben a krízisközpontokban, titkos menedékházakban, illetve az emberkereskedelem áldozatai részére létrejött átmeneti szállásokon szociális munkás, jogász, pszichológus, szakgondozók foglalkoznak az áldozatokkal, és az a céljuk, hogy olyan biztonságos megoldást találjanak, amely által nem az az út, hogy vissza kell menni a bántalmazóhoz, vagy a bántalmazói légkörbe, településre, városba, vagy nem feltétlenül, hanem egy olyan hosszú távú biztonságos megoldás, amely tényleg azt segíti, hogy egy új életet tudjanak kezdeni ezek a bántalmazottak. Nap mint nap találkoztok. Vidámnak tűnik, de legbelül mégis nagyon nehezen éli meg a mindennapokat. Te ismersz ilyet? Vagy éppen te vagy az? Erős vagy. Sokkal erősebb, mint gondolnád, úgyhogy ne hallgass. Kapcsolj egyből, és hívd a 0680 20 55 20-as krízisvonalat, amely ingyenesen hívható a nap 24 órájában. Most még van kiút. Idén nyáron is szervezett napközis és ottalvós tábort a Nyírdiabet Egyesület cukorbeteg gyermekek számára. A cél, hogy az oktatásuk mellett különféle programokkal szórakoztassák is a fiatalokat, segítve közösségépítésüket. Vendégeim a stúdiómban dr. Kántor Irén, gyermekorvos, diabetológus szakorvos, és Balogh Zsuzsanna, a Nyírdiabet Egyesület vezetője, illetve a tábor szervezője. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Milyen múltra tekint vissza az Egyesület, és mióta szerveződnek ilyen táborok? A Nyírdiabet Egyesület 2008-ban alakult, az én lányom 2006-ban lett diabéteses, és nagyon egyedül éreztem magam, és ezért alakult meg az Egyesület, és továbbra is ez a fő célunk, hogy a közösségszervezés, hiszen biztosak vagyunk abban, hogy ezt a betegséget legjobban a közösség sikerül elfogadtatni, mint a gyerekekkel, mint pedig a szülőkkel, és a táboroknál is erre fókuszálunk, és főképpen a kamaszkorosztályra, hiszen tudjuk azt, hogy a kamaszkor minden gyermek életében egy felborulás, egy lázadás, egy tiltakozás, és ha mindehhez még egy diabéteses társul, akkor az sajnos nagyon egészségkárosító hatással lehet 10-20-30 éves múlva, és mivel ezek a gyerekek 10-12 évesek, ezért 20-30 évvel azért az nagyon hamar elröppen. Hány tagot számlál most az Egyesület? Mi Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében minden érintettnek elérhetőek vagyunk, tehát bárki, aki diabéteses lesz, rögtön kapcsolatba kerül az Egyesülettel, rögtön mi felajánljuk a segítségünket, és nagyon sokan el is fogadják, és támogatjuk őket, mint a kezelésben, mint lelkileg, mint pszichikailag, tehát minden erővel megpróbáljunk segíteni nekik feldolgozni a betegséget. Biztosak vagyunk abban, hogy ha sikerül nekik feldolgozni a betegséget, akkor sokkal könnyebb lesz a kezelés is. Beszéljünk akkor egy picit magáról a gyermekkori cukorbetegségről, diabéteszről, ugye egyes típusú cukorbetegségről beszélünk. Mik ennek a főbb tünetei, hogyan derül ki általában, mennyi idős a gyermek, mire fölismerik ezt a betegséget? Hát 0 és 18 év közötti gyerekekkel foglalkozunk, bármelyik életkorban előfordulhat. Az a tendencia, hogy egyre többet fordul elő az óvodás korosztályban. Ebben az évben a felismert gyerekeknek szerintem a 80%-a az óvodás volt. 4-5 év, 4-5-6 év körüli gyerekek voltak. Nálunk nincsen olyan jó pofa szójáték, mint külföldön, de a nagyon egyszerű tünetek, sokat iszik, sokat pisil, fogy, annak ellenére, hogy sokat eszik a gyermek. Úgyhogy ez a három fő tünet. Ez felnőtt, vagy nagyobbacska korban, amikor már a gyermek ugye nem bepisilős éjszaka vagy nappal, akkor nagyon feltűnő lehet, hogy az egyik eddig éjszaka már ágytiszta, nappal vécére járó gyerek egyszer csak elkezd bepisilni éjszaka is. És ez bizony lehet a
cukorbetegségnek az első tünete. Azért alattomos ilyen szempontból ez a bevezető tünet, mert egy ilyen kisdett korosztály, óvoda előtti korosztályban ez nem mindig feltűnő. Nem mindig feltűnő, hogy sokszor kell pelenkát cserélni, különösen nyáron, de ez a három tünet, ha még a sokat iszik, sokat pisil tünet nem is fordul le, vagy nem is annyira figyelemfelhívó, de az, hogy egy gyerek nem gyarapszik, már pedig a gyereknek súlyának gyarapodnia kell, az probléma. Mi a jelentősége annak, hogy ezt minél hamarabb észlelje a szülő? Hát a nagyon hamar, a nagyon súlyos állapotba tudnak kerülni ezek a gyerekek. A diabéteses ketoacidózis orvosilag megfogalmazva ez az állapot. Ha nincs időben felismerve, akkor ők az intenzív osztályon kezdenek. Minél súlyosabb állapotban vannak, annál nehezebb velük megtalálni a hangot, elfogadtatni a kezelést és azokat a szabályokat, amik ezzel a cukorbetegséggel járnak, de ez még a mai napig is egy életveszélyes állapotot eredményező betegség. Most a járvány ideje alatt, a Covid járvány ideje alatt úgy voltak az orvosi cikkek, hogy úgymond járulékos veszteség, hogy sajnos a nem könnyen elérhető egészségügyi ellátás folyamán nagyon súlyos állapotban kerültek be a gyerekek. Ez hál' Istennek nálunk Magyarországon nem volt annyira igaz, legalábbis még az idei statisztika még nincsen meg, de bizony alattomosak ezek a tünetek, úgyhogy nagyon oda kell figyelni. Milyen nehézségekkel kerülnek szembe a gyerekek? Amellett, hogy azért egy gyereknek elfogadni azt, hogy naponta többször akár szurkálják, és mindenféle vizsgálatok, és vagy gyógyszerszedésre kényszerül, az iskolában, óvodában mennyire fogadják ezt el, vagy mennyire tudnak alkalmazkodni ehhez a típusú betegséghez? Amikor valami más egy gyermek, azzal kicsit mindig tartózkodóak bárki az életben, akár az utcán, ha egy gyerek másként viselkedik, vagy egy felnőtt is másként viszelkedik, másként reagál egy szokásos élethelyzetre, amivel nem tudunk sokat arról a másságról, ezért nem tudnak, hogy reagálni rá. És éppen ezért, mivel az átlag emberek úgymond a cukorbetegségről, és különösen az egyes típusú cukorbetegségről keveset tudnak, ezért mindig fenntartással fogadják, és inkább negatív hozzáállással. Azért szomorú ez az egész szituáció, mert az egyes típusú cukorbetegség az nem az, mint a kettes típusú, hogy egy picit azért az megelőzhető. Az egyes típusú az derültékből villámcsapás, nem csinált semmit rosszul az anyuka, nem csinált semmit rosszul a gyermek, és mégis egyik pillanatról a másikra ott van az intenzív osztályon a gyermekem. Úgyhogy nagyon rossz ez az élethelyzet, különösen akkor még, hogyha ehhez társul egy olyan társadalmi kirekesztettségérzés is, ami miatt egy gyermek, különösen a tábort, ami miatt a tábort is szervezzük, hogy egy serdülőkorúnak a kirekesztettség érzése emiatt, szerintem ez borzasztó dolog. Úgyhogy ezért igyekszünk minél több emberrel megismertetni az egyes típusú cukorbetegséget is arról, hogy ez a gyermek nem tehet, a szülő nem tehet róla, mégis segítenünk kell. Most a táborban nem csak gyerekek voltak velünk, hanem nagyon sok önkéntes, amire borzasztóan büszkék vagyunk, hogy sikerült őket beszervezni, nagyon örülünk, mert abban reménykedünk, hogy ezek az önkéntesek, ezek úgymond viszik a hírt, hogy ezek nem csodabukarak ezek a gyerekek, ez a iszonyatosan sok szabály, ez bizony nekik az életük része, hogy ekkor naponta sok alkalommal új begyet meg kell szúrni, vércukrot kell mérni, az utolsó kedvenc falatot, amit az ember tartogatja a tányérján, hogy azt majd utoljára bekapom, azt a gyerek már nem eheti meg, mert a vércukra nem engedi meg, vagy akkor most, hát igen, fociznék, mennék veletek, de hát most egy még 10 percet ülnöm kell, míg emelkedik a vércukrom. Szóval kívülállónak ez a sok kis apró picike kis stressz a gyerekek életében, nem könnyű, és ezért muszáj felhívni. Mi az, amit tud segíteni egy ilyen tábor? Mi az eddigi tapasztalat? Maga a közösség adta lehetőség, ugyebár, hogy megismeri a társait, és érzi azt, hogy nincs egyedül. Egyre több a cukorbeteg Magyarországon, de azért mégis nagyon sok cukorbeteg gyerek van, aki egyedül érzi magát ezzel, hiszen osztálytársa nincsen, aki szintén ilyen, az iskolában sincsen társa, aki hasonló cipőben járna, mint ő, és itt látja azt, hogy nincs egyedül ezzel a problémával, nem csak neki kell
folyamatosan szénhidrátot számolnia, nem csak neki kell állni a kontrollat lennie, vércukrot mérnie, vagy pedig mindenféle olyan kütyüket hordani magával, amit már hál' Istennek az orvostudomány lehetőséget ad nekik, hogy minél közebb legyen a technika, és ez egy nagyon-nagyon fontos érzés számukra, hogy nincsenek egyedül, és barátságok alakulnak ki, amelyek megmaradnak a hétköznapokon is, tehát tudjuk, hogy a közösségi oldalakon ők tartják a kapcsolatot, és folyamatosan beszélgetnek egymással. Hány gyerek tudott részt venni ezekben a táborokban? Ugye két táborról beszélünk, volt napközis és úttalvós is. A napközis táborban 25 gyermek vett, ők meg kisebbek voltak, igen. Ők is nagyon örültek annak, hogy bekerültek egy közösségbe, ahol hasonló gyerekeket megismertek, és olyan jól megbeszélték egymás vércukrait, meg hogy neked hogy megy, meg te mikor adod, olyan kis aranyos kis beszélgetések voltak a kis gyerek nyelven, és gondolom, hogy ez nagyon fontos a szülő számára is, hogy a gyermek ezért találkozik hasonlóakkal, és nem mondja azt, hogy csak én miért vagyok ilyen. A diabétesz kamasztáborban most 30 fő volt, ugye bár a vírus miatt korlátozva volt a szálláshelynek a kapacitása, ott 30 gyermek vett részt. Barok Zsuzsanna, dr. Kántor Irén, köszönjük szépen, hogy mindezekről beszámoltak nekünk itt a Kölcsei Televízióban. Köszönjük szépen. Köszönjük. Előttünk a hosszú hétvége, sokan kelnek útra a megyében is, érdemes azonban indulás előtt minél pontosabb kalkulációt végezni, hogy elegendő pénz legyen nálunk a nyaralás költségeinek fedezésére. Mi is számoltunk és összegyűjtöttünk néhány hasznos információt az utazni készülők számára. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2008-ban a belföldi vendégészakák tekintetében Nyíregyháza a 23. helyen állt több mint 85 ezer éjszakával, amelyet kereskedelmi szálláshelyeken, például szállodákban, panziókban, kempingekben, üdülőháztelepeken és közösségi szálláshelyeken töltöttek. Ezzel akkor a top 30-ban a megyeszékhelyünk megelőzte Keszthelyt és Balatonalmádit is. 2009-ben viszont fel sem került erre a listára. A következő években is ingázó teljesítményt mutatnak az adatok, a legjobb helyen a 20-on 2015-ben végzett. A külföldi vendégészakák tekintetében stabilabban teljesített a város, folyamatosan a listán szerepelt. A legjobb eredményt 2016-ban érte el, több mint 64 ezer vendégészakával, ez a 20. helyre volt elegendő. Ekkor Tihanyt, Pécset és Révfülöpöt is megelőzte Nyíregyháza. A 2020-as adatok még természetesen nem állnak rendelkezésre, hiszen javában tart a főszezon. A megyeszékhelyen azonban az elmúlt évben nagyon intenzív volt a fejlesztéscsomag, amely a turizmus fellendülését célozta meg. Ilyen például a 4 csillagos, 123 szobás Hungest Hotel Sóstó megépítése, amely közel 4 milliárd forintból készült el 2019. októberében. A 2020-as főszezonban, vagyis július 16-a és augusztus 31-e között itt 23 ezer forint per fő per éjszakás tarifával lehet szobát foglalni, félpanziós ellátással, amely az Aquarius élmény és parkfürdő komplexumába is tartalmazza a belépést. Ezzel az árral számolva egy két fős, három nap, két éjszakás pihenés 92 ezer forintba kerül, és ez csak a szállás. Programként érdemes beiktatni a Sóstói Múzeum falu látogatását, ahova a főszezonban a teljes áru felnőtt belépő 1200 forint. Nem lehet kihagyni a Nyíregyházi Állatpark felfedezését sem, a felnőtt belépő fejenként 3900 forint. A turisztikai ajánlatok előszeretettel tartalmazzák a József András Múzeumot is, ahol egész évben érdekes kiállítások várják a látogatókat. Ezeket a fejenként 1000 forintos belépő megváltásával lehet megnézni. Az intézménytől nem messze található a megújult Kállai gyűjtemény, ide szintén 1000 forint a belépő. Ezzel a kulturális programkavalkát teljes, de érdemes étterembe is menni. Egy kiadós ebéd két személyes tál formájában 8000 forint, vagyis a három nap alatt ez 24 ezer forint. Egy estét érdemes a belvárosban is eltölteni, ahol finom borokat vagy jó szabolcsi és spanyolai pálinkát is kóstolhatunk. Ennek ára 5000 forint fejenként, ami után taxival tudunk visszajutni a szállásra, körülbelül 3000 forintért. Vagyis egy nyíregyházi hosszú hétvége a helyi látványosságok megtekintésével két fő részére legalább 143 ezer forintba kerül.
Ha nem csak Nyíregyháza érdekli a nyaralni vágyót, hanem a megye látványosságait szeretné bejárni, a Fenyves szállodában félpanzióval két főre két éjszakára 68 ezer forintos áron foglalható szoba. A közelben található a Degenfeld Kastélymúzeum, a nyírbátori sárkányfürdő, ahová a napi belépő 2200 forint fejenként. Útba ejthető a kállósemjéni Kállai kúria vagy a Leveleki Végbord és Vízi Sícentrum, ahol 6000 forintért két órát tölthetünk el. Vásárosnaményben az Atlantika Vízi Vidámpark kínál élményeket a megyét bejárók számára 2500 forintos napi jeggyel. És ha már a városban vagyunk, érdemes megnézni az állandó vadászati kiállítást is. Ennek teljes összege két fő részére közel 96 ezer forint, plusz az úti költség autópálya matricával együtt 70 ezer, és még az étkezésre is számítani kell, körülbelül 30 ezer forintot, így összességében ez az aktív pihenésre tervezett megyekör közel 200 ezer forint. Akik a kalandosabb túrákat és pihenést kedvelik, Rakamazon kempingezhetnek. Itt a sátor 1750 forint per fő per éj plusz az idegenforgalmi adó, vagyis ha két fő két éjszakát tölt itt, mindössze 8000 forintba kerül. Itt érdemes betérni a nagy teknős békaházba, amely vízi tanösvényt mutat be. Strandolásra Tiszavasvári lehet a célpont, ahol 2000 forintért csobbanhatunk, innen pedig nincs messze a Tiszadobi Andrássy kastély, amelyben 1200 forintért bolyonghatunk. A másik irányban Tímárnál mindenképpen érdemes megállni egy harcsafilé ebédre, majd megnézni a nem messze található Szabolcsi földvárat. Ez az útvonal akár kerékpáros kirándulásra is alkalmas a Tisza mentén. Ez mindössze 16800 forint, ahhez hozzáveszünk 30-30 ezer forintot üzemanyagra és étkezésre, a nyaralás végösszege mindössze 77 ezer forint lehet. Plusz az élmény, amely egyik esetben sem mérhető pénzben. Kedves nézőink, ez volt a 35 perc a Kölcsei Televízióban. Ezzel a műsorral legközelebb hétfőn, ugyanebben az időpontban várjuk Önöket a képernyők elé. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!